Bevezesselek? Hát mondjál valamit, hogy mondjál. Cucorelli Endrét nem tudom, hogy be kell-e mutatni. Annyit mondanék most ez alkalommal róla, hogy ő is egy résztvevő, és ott van egy műve az első teremben. Amit egyáltalán nem szabad komolyan venni természetesen, mármint úgy, hogy ilyen képzőművészeti alkotást. Egyszerűen az van, hogy a Gyuri akkor rám fölvett, hogy valamit csinálják, és akkor én ilyettem be, ezt csináltam. Hát igen, ez ezer éve volt ez a dolog. Ezer éve valóban. Annyira nagyon régen, hogy nem tudom ki úgy van vele, hogy az én korosztályom meg a nálam idősebbek, hogy én magamban érzem azt, hogy működik az emberi emlékezet, meg az emberi lélek, hogy tulajdonképpen áti nehéz felidézni ezeket a dolgokat, meg azt a korszakot. Tehát én nem tudom, én úgy látszik, hogy túl egészséges vagyok, egyszerűen baromira jól felejteni. Tehát tulajdonképpen persze ez hasznos is nekem, mert most éppen egy könyvet fejeztem be, aminek az a címe, hogy Róm, és az az címe, hogy a Szovjetunió története, amiből mindjárt fel fogok olvasni egy fejezetet. És azt hiszem, hogyha én marra jól emlékeznék erre a dologra, tehát hogy bennem lenne ez a korszak, akkor valószínűleg így bele sem tudtam volna kezdeni. Tulajdonképpen azért kezdtem ezt elírni, ezt a könyvet, ami most fog megjelenni könyvétre, hogy vissza tudjak rá emlékezni, mi volt. Tehát úgy gondolom ezt a dolgot el, hogy bennem már úgy szóval semmi nincsen, hanem ez a nyelv, amit elkezdtem alkalmazni, vagy ami elkezdett engem alkalmazni, az kezdte visszaírni belém azokat a dolgokat, amiket valami módon így nyilván erős frusztrációból, vagy erős hárításból sikerült magamból kinyomni. Például mondjuk itt szinte semmire sem emlékszem ezekből a képekből, abszolút semmire. Még a saját dolgomat persze emlékeztem, világos, de valahogy nem pontosan így, az sem, stb. És így körülnézve az érzésem, hogy tulajdonképpen sokkal vidámabb ez a kiállítás, mint amilyen vidám volt az a helyzet. Akkor az egy nagyon, hát ezt fiatalnak mondom, hogy ez egy átívuló helyzet volt, mert pont például a mozgóvilágot, a régi mozgóvilágot, amit nyilván az öregeknek mondom, amit az akkor rekesztették be, és akkor indult el a mostani, ami most is megy, és amit tulajdonképpen talán, hogyha háromszor vettem a kezembe, az ott akkor sokat mondok. És akkor úgy látszott persze benne, nyakig benne állva a helyzetben, hogy a Szent Jobbi szavaival élve tényleg itt aztán fű nem terem. Tehát, hogy ez mondjuk ez a Szent Jobbi mondat, ez ugye a Kentorban van, ez mondjuk nem tudom, 80, vagyis 72-es, vagy 70-es, vagy mikor ez a film, mikor körülbelül. 72. Igen, tehát akkor valóban, az egy, hogy mondjam, 72-ben valóban teljesen, tehát egy zseniális mondat, mert valóban akkor, így utólag most okosak vagyunk, akkor indult be ez a resztalinizáció, volt egy liberális pillanat, körülbelül ugye 68 és 72 között egy relatív liberális pillanat ebben az államszocializmusban, és 72-ben volt egy ilyen kemény visszarendeződés, stb. Ezt akkor persze nem lehetett így látni, de valami módon ezek szerint voltak, akik ráéreztek erre a dologra, és nagyon helyesen egyébként a sárga érítség fogja mindig, ha rá gondolok, nagyon helyesen egy csomóan lelétszeltek ebbe az országból, mert valóban ez tűretetlen volt a 70-es évek, megítésem szerint a legsötétebb évtizede a magyar történelmnek. A 80-as években én 80 körül érzek egy ilyen pici kis fordulatot, de természetesen akkor, amikor benne voltunk ebben a dolgokban, akkor ezt egyáltalán nem éreztem. És 83-ban volt még egy utolsó ilyen csapkodással, rúgdossással a rendszernek, tehát akkor még bekeményítettek, és ennek ez a leglátványosabb eredménye volt, hogy beszüntették a mozgóvilágot. Tulajdonképpen mindig az jut eszembe, hogy történet szakos voltam, és akkor kicsit foglalkoztam a törőkkorral, és akkor jöttem rá, hogy működnek ezek a nagy ázsiai birodalmak. Úgy működnek, hogy amikor már nagyon a végüket járják, akkor a legveszélyesebbek. Tehát például a törökök is
akkor foglalták el majdnem Bécset, akkor volt a legközelebb Bécs elfoglalása az, amikor már abszolút meggyengült a struktúra, és utána gyakorlatilag percek múlva szétesett a birodalom. Tulajdonképpen azt lehet mondani erre a szocializmusra is, hogy a 80-as évek elején közepén már elkezdett is szétmállani a dolog, de akkor még csapkodtak a szertársak maradványokat, és például a mozdulvilág is ennek esetánzottá vált. Ez 83 végén volt, 84-ben csinálták tőlék azt a kiállítást, és egy ilyen volt valami ilyen szerencsétlen, laza attitűd szerintem bennünk. Azért mondom, hogy szerencsétlen, mert egyáltalán volt ez tudatos, legalábbis most magamról beszéltem, nem egyáltalán volt ez tudatos, hogy nem volt ez ilyen ellenálló jellegű, stb. Hanem próbáltunk akkor olyan kereteket vagy formákat találni a létezésünkben. Próbáltunk úgy csinálni, mintha az országban lehetne élni. Akkor kezdtük el például az örlejkört szervezni, 84-ben kezdődött. Elkezdtünk összejárni lakásokban, meg kávéházi életet élni, úgymond. Ez teljesen abszurd volt, és már a mai helyzetből visszatekintve nevetségesnek tűnik ez a kísérlet, de akkor az jó volt, mert valami módon pótolta a nem létező dolgokat. És hát ja, ez a kiállítás is valami ilyesmi, hogy szerintem ebben, hogy mondjam, ilyen rendszer buktató vagy rendszer pukkasztó attitűd az nyilván volt, mert nyilván a szervezők azok jól átgondolták, de speciál én amikor ebbe így becsöppentem, akkor egyáltalán nem ilyen aspektusból gondoltam el a dologra, hanem csak úgy csináltuk az ügyeket.